Jó reggelt, Vietnám! 100 csomag és a csokoládé, és Kipper fölkészült a nagy utazásra, és ráadásul tudjátok mi van? Nyugodt volt az éjszaka, semmi sirén a zaj. Hogy legyünk stú... azt a bőtyár! Jó, most már annyira nem fosok, hogy eltöröm a lábamat. Figyelj, meg kellene nézni, a beceklében van-e valami. Nincsen semmi, akkor neki is ugorhatok, mint Tóth az anyjának, tudjátok. Itt arról beszéltünk, hogy még jó lett volna egyet lutónyi. Hú, gyerekek, rájöttem, hogy annyira nem kellene hangoskodni ebbe a játékba, mert nem nagyon bánok el én a sékétos zombikkal. Figyeljetek, itt mi történt? Mi volt itt a stájsz? Itt vannak még a zombik! A kifőrnek a fejére fáj a foguk. Na. Azt bőtje, gyerekek, egy hitőtük a vőzét nénit. Na, itt a fölútra gondoltam, hogy rám önök. Mert az jó lenne, már itt van egy ilyen untouched box. Gyerekek, jöjjön már nekem egy jó, szuper csúcs dolog. A futás van! Ott maradjál, more. Várjál, figyeljetek, kitalált a keeper, hogy mit kell csinálni. Át kell rakni erre a nyílveszőre. Ott van fönn a főlút egyébként, ahogy látom. Vagy valami hasonló. Hát remélem ez a nyílvessző az egyen effektívebb lesz. Igen, ma egy csomó mindent fog úgy csinálni, mint általában szokása a képernek. Azt a bőtje megfut a néni, vagy a sávó, vagy a bácsi, vagy a mit tudom én mi. Figyelj, halljál meg már! Egyébként egy néző írta, hogy be tudom kapcsolni, hogy lássam a HP-kat. Hát az lehet, hogy egy nem lenne egy utolsó dolog. A végre. Ja, lehet, hogy az jó lenne, és annyi meg elkezdett ásni. Oda nézzetek, itt meg olyat robbant a projekt, hogy történtek dolgok. Na figyelj, okosba, Keeper. Egyébként nagyon nem kell szarál utolnom magam, mert akkor megint tel leszünk. Aha, menekülési udvarral van. Oda a fesztajok. Gyerekek, egy kést adjál már. Ne. Már megint megakad, de vér akad meg. Na várjátok, ott van a fő, ez a főlút, ennyi lenne a főlút. Homolyan. Hát nem vagyok boldog ettől a helyzettől. Elektronikát kikapjuk. Ja, elmegyünk traderhöz. Bizniszelünk. Sanyika, ne ássál, ne most akarjad meghágni a párnát. Meg akarja hágni a párnámat. Ebben meg valószínűleg nem lesz semmi. De. Van egy jó mod, van egy jó cipő, csak az milyen? Ez medium armoros. Nem baj, úgyis megyünk eladni dolgokat, aztán akkor Tele leszünk mind a Jöribus, sziasztok, mi újságban? Látom, fordítva van az óra, de látom, 18 óra 05 van? Vagy 05 óra 18? Vagy mi van most, fazek? Még csak 18 óra? Hát azt nem tudom elképzelni, azon, hogy 5 óra 8 van, vagy mi van azon az órán? Meg van tükrözve. Mindjárt ránézek rá, lőjön meglepet. És ja, nincs egy lószars a gyerekek, ennyi volt a főlút? Hát nem vagyok boldog ettől, ennyi volt be ezzel. Hát ezért nem volt érdemes itt törni magunkat annyira, ugye? Nem nagyon. Jó, gyerekek, húzunk a traderhő a másikhoz, fölfölözni, aztán majd valami lesz. Jó, srácok? Ez lesz a mai projekt, csak már megint túl vagyunk terhelve, úgyhogy ezt fel kéne vinni. Várjatok annyi, hogy ez a mod, ez nekem lehet, hogy nem kell. Figyeljetek, eladjuk a dolgokat, amik nem köllenek. Jó, igazából ezt majd, hogy nem mindent eladhatnék. Mert abszolút nem köllenek, úgyhogy az lesz, srácok. Túl vagyunk terhelve attól, hogy a beceklit azt tudja tekerni maxi sebességen? Az nem vagyok benne biztos. Jó. Ja, majd egy csövet köllene újítanom valahonnan. Ezeket a járműveket viszont lehet, hogy megnézni. Az a baj, hogy annyira... Eltűntek a mobok, amire visszajöttünk, láttátok? Szóval ez egy jó megoldás tud lenni. Hát ez egy jó! Az mi az a nyavalaga? Jobban azt hittem, az is egy ikon. Láttátok? Olyan volt, mintha egy ikon lett volna. Azt mondta falon, mondom, hogy még nem láttam. Vigyelni, hogy kapszulla téma az. Oké, megyünk 3,9 km. Egyébként itt is van egy torony, látod? Ide is feltehetett volna költözni. Valami adótorony. Hát nem tudom egyébként ezek a lagok, ezek mi. Komolyan. Egyszerűen nem tudom elképzelni. Bocs érte. Kár, hogy nem lehet ugratni a beceklével. Ja, megnézzük, hogy esetleg tudunk-e venni, vásárolni valami jó dolgot.
Lehet, hogy a túlterheltség az biciklire számít. És ott lassabban tudok tekerni? Hát lehet, hogy ki kéne pakolni. Ó, micsoda izé van itt, macskaköves út. A sárga köves út, gyerekek, itt van. Megyünk az úton. Várjál meg, lehet, hogy kipakolok. Álljál meg, becekliba az hallod, elguruló világgal. Na, egy-két dolog, ami olyan szót nem kellene. Azt így kiszórom. Meg annyi, egy túlterheltségünk maradt, hogy rengeteg dolgot ugye hoztam, olyat, amit szeretnék eladni, majd a tradernek. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy lesz-e nála valami jó dolog. Hoztunk magunkkal a pénzt is, amit eddig összeszedtünk. Meg egyébként nem tudom, hogy ez lehet, hogy valami nagy város lesz. És lehet, hogy érdemes lenne majd oda átköltöznünk valamennyire. Megyünk, csak nagyon-nagyon kevés, ez te virág. Hoztam magammal kaját egyébként, hoztam magammal rengeteg 10 darab vizet, úgyhogy szerintem bőven meg leszünk vele. 5 óra 15 van, nagyon nincs is hova kapkodnunk. Kíváncsi vagyok, hogy milyen terület lesz. Remélem egyébként, hogy nem Wasteland, mert azért a Wasteland az lehet, hogy kemény lenne a Keepernek most így inszénen. Viszont büszkék vagyunk magunkra, szerintem, mivel konkrétan 5. napon vagyunk, és még mindig élünk a legnehezebb nehézségi fokozaton. Ami szerintem azért egy jó dolog. Már ne kopogjuk le, vagy nem tudom, hogy szokták ezt mondani, srácok. Sziasztok, mi újság van? Fénylik a képer arra? Most ilyenkor nem tudom, be kéne púrjereznem, nem? Figyelj, itt néha megálljuk, kiverjük ezeket a dolgokat, jó? Mert ez egy az, hogy fa, meg a méz az mindig jó, mert hogyha adná, de nem adja. Sajnos egyébként én is látom itt jobb oldalt a facecam-től, hogy miket kapok. Úgyhogy úgy kell megnézni. Egyébként nincs ez nagyon messze, nézzétek, már csak 2,9 km. Ugye félúton vagyunk, szépen eltekergetünk itt a... Hova megyünk? Jenhez, ugye? Jenhez, jaj, de jó. A Jenhez, a Jen, ezek nem specifikusak, hogy hol vannak ezek a traderek? Én nagyon félek tőle, hogy izé lesz, Wasteland lesz. Bár nem valószínű, hogy ott fogunk maradni, hanem vissza fogunk jönni. Csak ugye jó lenne valami jó üzletet kötni. Jó lenne... Az mi volt az ott a levegőbe? Valami volt a levegőbe. Jó lenne valami jó üzletet kötni, leginkább egy macsétára nagyon-nagyon vágynék. Még hogyha egyes, akkor is tök jó lenne, örülnék neki. Ez a bicikli, ez hogy került ide? Nem is áll rá át. Egyel vagyunk túlterhelve, úgyhogy látni fogjuk, hogyha kapunk egy mézet, mert akkor már kettővel leszünk, ugye? Szóval nem is nagyon kell nézegetnem én nekem az inventory-t, meg ilyenkor nem is lehet érdekes forrón. Jó, 2,5 km. Viszont előbb-utóbb rám be kell költöznünk majd egy nagyobb városba. Ugye a Tier 2-es küldetések után nem tudom, hogy egyáltalán tudok-e vállalni ebbe a pici városba Tier 3-as vagy 4-es, 5-ös cset, biztos, hogy nem. Úgyhogy előbb-utóbb költözés lesz, de ameddig tudok, addig szerintem ebbe a kisvárosba itt ellennék szívesen. Szia, hello, bocsánat, de megy a képer, nem ér rá a hülyeségekre. Jó, világossá tettem ezt a fészkevet, lehet, hogy egy kicsit erősen. De te velem látjátok, hogy mit így idegeskedek, amikor új, majdnem meghalok, majdnem meghalok. Egyébként valamilyen szinten ilyen presztisként fogom fel azt, hogy ne halljak meg. Lehet, hogy ez egy elég hülyeség, de én örülnék neki, hogyha nem döglenénk meg idő előtt. Ezt mindjárt ezt kirutolom. Azt a nyulat meg. Azt a kurva. Ez nagyon gyorsan elfutott a csém. Jó. Jó, mindegy, vigyük, úgyis eladunk dolgokat majd. 2 km, már fele megvan, gyerekek. Ott volt, tudom, egy tuskó, de elválok meg. Inkább haladjunk. Pörögjünk, ott is egy tuskó, ilyenkor meg, amikor nem, mondom, hogy nem állok meg a tuskóknál, akkor mindig tuskók jönnek. Oké. Kíváncsi leszek. Nézzünk egy mapot. Ecsem. Hát egy torony iránt megyünk, mint az őrület. Csak ne legyenek ilyen nagy szakadékok, azokat utálom, amikor ilyen nagy szakadékok vannak. Azt a beletekez biciklivel, azt küzdeli kell, vagy disznó a jégen, hogy ki gyere onnan. Az loading volt egyet nagyot.
Egyébként nem tudom elképzelni, hogy miért vannak ezek a loadingosok adások újabban a játékban. Rég, a másik sorozatomban full nem volt, a grafikától ez teljesen függ. Kellene ellenőriztetnem a játékot. Ezek abszolút nem voltak gyerekek eddig, és most meg ezek. És hallom, hogy ugye szemben a gép tölt. Hát de egy gyerekek egy izéről játszom, SSD-ről ráadásul. Hoppá, ez sivatag. Hát lehet, hogy sivatag lesz, gyerekek. Virág a képer, de már menjünk! Bazen sivatagot tudsz jobban élni, mint az erdőt. Ezt miért csinálja ez a játék nekem újjában? De ez gyakorlatilag. Na, mi engemezik azt az SSD-t, tudjátok, ami már úgy pattintasz föl az alaplapra. Hát egy olyan SSD van a játék, hát nem, mit töltöget, ez nem izéről játszunk, basszus, egy 7200-as fordulatú Winchesterről. Sivatag, nagyon keményen. Hoppá, itt van egy Western város szerintem. Jó, van challenge-ünk is. Azokat is majd át kéne venni, mert akkor az is ugye XP. Mint a Western város, szerintem ez az. Ah, nem biztos. Jó, 1 km. Csak az a gond, ugye, hogy vannak madarak. Azok tudnak egy kicsit kellemetlenséget okozni. Menjünk már. Mondjátok, egy dolgot akarok nézni, úgyhogy leugrunk a bicikliről. Aztán gurul, megyünk mellette, lol. Ezeket vegyük már át. XP, mindenképp kell. Nem sokára szintet lépünk megint. Ez egy katonai bázis, jól látom. Ezek egyébként tök jó útok lennének, de valószínűleg, hogy ezek nem nagyon élném túl. Hogyha egy ilyet betámadnék így. Na, 900 méter, srácok. A végén még ez is egy Pine Forest be lesz. Ez érdekes. Jó nagy ez a map. Úgy emlékszem, hogy a legnagyobb rá. Gyerekek, kiégett föld. Nem? Nem. De, az ott egyébként ott... Ah, az lesz, bazze. Ó, ez Wasteland lesz, vagy kiégett, vagy forest. Mi az? Burnt forest, vagy pedig... ott látom már a templom tornyot. Azt hiszem, Jenny az pont egy ilyen templomba van. 500 méter. Ó, nem vagyok boldog. Nem vagyok az út fele. Ugye kiderül, hogy ez milyen. Ja, Burn Forest. Jó, semmi gond. Megpróbálunk torony átmenni. Ez még egyen jobb, mert itt nincsenek robbanóanyagok szétszórva. Szerintem ezen a nehézségi fokozaton egy robbanástól egy kakuk lenne nekem. Csak viszont van medve, ha jól lehet. Majd nem, lehet, hogy itt nincs medve. Lehet, hogy itt nincs medve. Jó, hát ezt a sokat nem fogok ám itt időzni. Megnézzük, hogy mit lehet nála esetleg venni. Érdekes, hogy Burn Forest kiírja. Ja, van. Feles nehézségi fokozat. Na, ide, ennek neki kellett mennem, pont néz előttem. Jó, a nyugalom, gyerekek. A érek, oda elarok mindent, aztán egy macsétát, basszus, dobjon egy macsétát. Nem is fogok szerintem itt küldetést csinálni, mert igazából vesztegetem el az időmet. És nem tudom, hogy mikor tudok visszafele indulni. Érdekes hely. Ez előtt is ilyen kiégett helyen volt ugye nekünk, Jenny. De egyébként ez tök más. Azt hittem hirtelen ugyanott, mint ahol ezelőtt legelőször a sivatagot, vagy a sivatagot. Majd magunkhoz kéne vennünk az utcákat. Magunkhoz vette mindent? Minden, ha. Jó, itt is ki kéne lootolni mindent. Figyeljetek, beteszem az ajtót, mert nehogy véletlen meglepjen egy zombi. Összerok mindent nála, körül nézzünk, utána pedig kilutolunk mindent is. Csak egy kicsit gyorsabban tudjak mozogni. Hello Jenny, de úr, de régen láttalak. Hát a dudák azok még mindig tökéletesek, úgy látom. Lockpick, crafting skill bundle. Hát lehet, hogy ezt elviszem, gyerekek.
Ez nekem mindig jó, hogyha van. És akkor valami inventory téma. Eladok neki mindent, ami nem kell. Alkatrész megy, ilyenből van, úgyhogy ezt eladom. A rugó megy, ez is megy, ez is megy. Shotgun, ez is megy. Hó, ravatik tarac. Ezt hol az anyámba kaptam? Ja, hogy itten kapom a izéket, dolgokat. Még jó. Vagy kaptam ezt is, bocsánat. Jó, ezt is eladom, ezeket direkt odaért hoztam, hogy eladni. Ha, level up-om is volt, nagyon jó. Jó, ezeket megtartjuk, ezt eladjuk. Ezeket meg kidobom már 4-4, és nem engedi egyébként eladni már. Ezt meg megtanuljuk. Oké. Okay. És akkor, az milyen light armor-t lehet? Medium armor. Unlockoltuk a light armor-t úgy, egyébként, úgyhogy ez jó lehet. De nézzük meg, hogy mit árul. Fegyó. De egyébként ezeknek miért nincs a fegyó, vagy én vagyok béna? Na nézzük, hogy mi az, ami esetleg hasznos, tehát most tényleg így végignézem egyesével. Javító készlet. Egy cső egyébként nem ártana. Anvil. Úgy látom, hogy itt megint nem fogunk semmi olyat találni, ami jó lenne nekem. Megyünk egy kis kaját. Ez jó, hogyha van. Lockpicket. Vegyük lockpicket, gyerekek? Ez, nem veszünk lockpicket, jó. Oké. Okay. Helmet light mode 1200-ért. Azért viszont, az viszont nekem kell. Az kell, bocsánat, de ez kell. Egy kis generátor bank, mert ilyenek vannak már nála. Lumberjack, biker. Vannak nála hármarok. Nerd. Szerintem ennyi volt. Oké, ennyi volt. Viszont tudok örülni egy dolognak. Ennek én nagyon örülök. És akkor mindjárt a zseblámpánk, ugye ez mehet a levesbe. Ezt el is adjuk, mert nincs rá szükségünk. Akár mennyivel is kerül, már nincs rá szükség. Jó. Jó gyerekek, figyeljetek, akkor a következő a szituáció. Itt nem nagyon érdemes maradni szerintem. Ugye vannak itt jobjai, de hát ez szerintem teljesen fölösleges itt lennem. Hát ez szopás. Szopás. Mennyi pénzünk van? Van 5060 pénzünk. Megnézem, hogy nincsen rá valami egy candy. Az loot bónuszt adna. Mennyi pénzért? 300. Hát egy ilyet veszek. Meg egy jailbreaker-t kellene. Csak az a baj, egy darab izajom nincsen. Veszünk két jailbreaker-t. Meg veszünk egy darab lockpicket. Egy darabot. És akkor azzal ki tudjuk nyitni ugye mindent is. Oké. Okay. És akkor annyi, hogy itt még egy kicsit csinálunk egy olyat, hogy ezt ide rakjuk. Meg ezt ide rakjuk. És ezt megesszük. És ezt a lockpicket ide rakjuk. Jó, és akkor egész jól vagyunk. Meg ezt megesszük. És kilutolunk mindent, meg eladjuk neki vissza. Jaj, de jó, hogy van már fájlámpám. Ennek örülök. Oké, okay, gyerekek, kihasználjuk ezt, ami még itten fölelhető lehet. És ezt összeszedjük és eladjuk neki. Saját magának. Persze azt, olyat, ami nekem kell, aztán. Itt volt egy könyvecske, annak örülünk, és mindenhol körülnézünk. Ebben biztos lockpick lesz, amilyen ma az nem. Szomjasak vagyunk. Gyerekek, kíváncsi leszek, hogy mikor fogok kapni egy darab kést, vagy macsétád, vagy valamit. Basszus, rá van pakolva a skillem, és nem adja. Meg is kéne nézni, mert lett egy skill pontom. Ugye még mindig itt nézelődünk, és a deep cut-ra már nem tudok rakni, mert ugye magasabb kellene. A parkörre viszont tudok rakni, úgyhogy a parkörre rakunk, most már marha nagyot tudunk ugrani. A szükségeltetik a 7. napon, mert szeretnék parkörködve túlélni. Nem akarok bázist csinálni.
Nem is nagyon vagyunk arra pakolva, nem lenne nagyon értelme. Ez mi ez? Farmer outfit. Ez medium armor, nem érdekel. Csak a light, csak a light. De figyeljetek, egy darab kés nem találsz, hallod? Ez nagyon durva. Egy darab kés se találunk. Micsoda íze, micsoda kilútolható dolgok voltak itt. Ez komoly volt. Még mindent is körülnézünk. Hát, ha még lesz valami. Zombi. Még jó, hogy betettük az ajtót. Ezek nem lootolhatók. Az nem lootolható. Nem lootolható. Ezek se. Jó, a nyugtalankodnak a zombik. Hát, hadd nyugtalankodjatok. Legyen már egy macsét, tehát nem hiszem el egyébként. Ezt simán kéne adnia. Biztos vagyok benne, hogy kéne adnia. Hát hármasra van ragva, basszus, az kié. Kellene adnia. Lucky Looter jó lenne. Igen, egyébként az Elkendit majd valami főlútnál fogjuk előni. Jó lenne valami olyan küldetést, ami csinálni, ami izébe visz minket. Olyan helyre, ahol vépenek lehetnek. Jó, hát gyerekek, ez tök jó skill utóri, mert ugye tök free. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Gyorsan, most eladjuk azokat a dolgokat, amik nem kellenek. Jó lenne inni egyet. Hoztam magammal 10 vizet, úgyhogy azzal se lesz gond. Jó, eladunk mindent, kiszórunk mindent, azt megyünk tovább, azt csináljuk a küldetéseket. Meg elvileg másik... másik tradernél is már, ha jól emlékszem, akkor... Figyelj, ezt eladom. Ezt is eladjuk. Ezt jól majd megtanuljuk. Adjuk, eladjuk. Az egyeseket, azokat kidobáljuk, mármint amik így megmaradnak. Jó, ezt nem kell. Ezt eladjuk, ezt kidobjuk. No thanks. No thanks, no thanks. Ezt vidd meg, vidd. Ezt is elvisz. Eri. Ezt se kell. Ezt se kell. Hát ezt, hát, megtartsuk. Eladom. Oké, okay, gyerekek, szerintem jó vagyunk. Igen, ja, meg ezt akartam eladni. Mindjárt sorba rakom, ha meg az üzemanyag, azt se akarja megvenni. Jól van, semmi baj. Oké. Okay. Oké, okay, és akkor nincs, nem is vagyunk túlterhelve. Tökéletes, gyerekek, szuper. Mehetünk a fenébe. Mert vissza kell menni sajnos. Nem vagyok boldog. Ó, revázli volt. Leproccolt. Oké. Okay. Hát megyünk vissza, gyerekek, sajnálom, de muszáj lesz. Bár lehet, hogy majd egy kicsit így érintjük a sivatagos részt, én szeretek sivatagba létezni, ugye? Ha ott meglátjuk esetleg egy várost, egy nagyobbot, ha minek szomszédságában esetleg lesz trader, akkor az tök jó lenne. Úgyhogy majd arra úgy orientálódunk, hogy... fölmegyünk egy dombra mondjuk, ahol el tudunk nézni a izé fele, a sivatagos rész fele. Jó, gyerekek, egyébként annyira nem rossz, mert nem nagyon vagyok boldog, hogy nem kaptunk, vagy nem volt semmi olyan fegyver, amit esetleg fel tudnék használni, de semmi probléma. Egyébként most ugye a parkör az megint nőtt. Nagyon nagyokat tudunk ugrani, gyakorlatilag kerítéseket át tudunk ugrani, amit igazából gondolkoznunk kell ezzel, vagyis ezzel számolnom kell, mert nagyon az ember nem nagyon csináltam ezt a parkörködést eddig, Seven Days to Die-ba, mindig ilyen tankos, belállós karakter voltam, és ezt rá kell állni az agynak, hogy ilyen ninja stílusba toljuk. Na, itt gondoltam, hogy erre egy picit így orientálódunk, hogy ellássunk távolabb itt, mert hogyha felfedeznék egy olyan tradert, aminek szomszédságában tényleg van egy nagyobb város, akkor azt tökélném. Nagyobb városban esetleg akkor egy nagyobb épületet ki tudnánk pucolni. Ah, itt van, itt. Csak az a baj, itt nem látok én tradert, nem nagyon valószínű, hogy itt van trader. Sőt, itt biztos, hogy nincs, ez valami kicsi városka.
Nem, nem, itt biztos, hogy nincs trailer. Egy nagyobb város, ott van, azt mondom, ott, meg kell nézni, gyerekek, ne haragudjatok, kicsit itt bóklászok, mert nekem nagyon, nagyon tetszik a sivatagos rész. Ó, ott egy nagyváros, jó, oké, ott egy nagyváros, és lehet, hogy akkor egy költözés is fog kialakulni ebből. Körül kellene nézni, fel kellene deríteni, és ugye akkor ugyanúgy tudnánk csinálni a tier 1-es questeket is itt, meg akármit is tudunk csinálni, csak az a lényeg, hogy... Ja, egy csövet kellett volna vennem, elfelejtettem venni egy csövet, meg kellett volna nézni, hogy van-e nála. Ez egy nagy város, jó. Vagyis ez egy nagyobb város. Sőt, ez egy nagy város. Oké, okay. Ó, ez egy nagy város, gyerekek. Ez egy nagy város. Ez egy nagy város, ez tökéletes lenne. Hol a trader? Itt a trader kapásból? Itt ez ugyanolyan város, mint ahol letelepettem, ezelőtt. Hasonló, ugye? Sőt, ez tök olyan. Gyerekek, itt voltunk ezelőtt letelepedve. Ez egy jó dolog lenne. Na várjátok, mindjárt megnézzük. Ajaj. Két javítókészlet, az már nagyon megérte. Ez egy hasonló hely, mint... Nem pont ugyanolyan, valószínűleg. De ez egy nagyon hasonló hely, itt van a trader. Hát itt volt a legelső tornyom ugye az előző végigjátszásomban, hasonló helyen. Sőt, érdekes. Eddig nem ugyanúgy néztek ki a dolgok, most meg tök ugyanúgy. Ezek így össze vannak metélve, vagy pedig nem tudom, a random generátor az így összepakolja ezeket a dolgokat? Különböző részecsége. Jó, tudom, megint megakadt, megint töltöget. Nem tudom, valahogy nem jól működik, lehet, hogy le kéne ellenőriztetnem. Bocsánat, és most át is fog váltani a grafika. 4K-ba, szerintem. Na, töltődj már be, hát bazzenet. Hol, milyen izé, mi történik, gyerekek? De igen, az... És ilyenkor mondjuk egy zombi rám ront, akkor az elég hamar meg tudok halni. Figyeld, mi ez, gyerekek? Egy megoldást, hogy ezzel mit csinálják? De ez nem szokott lenni. Az előző sorozat, hogy és még mindig tölt, bazzen, miért szarok neki? Hát mi az anyám balagát töltesz eddig, tesó? Egyébként vannak benne modok, lehet, hogy azokat majd ki kéne törölgetnem. Ha jó, nagy nehezen megérkeztük, de legalább van itt is egy trader. És ugyanez a trader rekt, ugye? Nem, a Bob volt az előtt. Na, legalább talán lehet, hogy találunk nála valami hasznosat. Oké. Okay. Jó, de jó, egyébként lett javítókészletem abban az autóból. És ezek, miért nincs egy darab fegyveres a gyerekek? Azt mondja meg valaki. A pine bomb. 150 darab jön, ez elég drága. Ez is egy jó mod. Degradáció csökkent. Assassin Boots, figyeld! Jó, ja, az Assassin, az Medium Armor, én nem is gondoltam volna. Lehet, hogy ránézzünk csak az Armorokra. Uh-huh. Nomad Gloves. Érdemes nézni, hogy miket ad. Athletic, Athletic. Run Speed 2%. Az Athletic ez nem rossz, az Assassin. Az meg noise-ot 100%-kal, mert csökkent gondolom inkazából. Medium armor rating, stamina az többet zobál, mobility csökkent 5%-ot. Ez érdekes egyébként, hogy az Assassin Boots az így csökkenti. Nem vagyok bele kibékülve. Viszont a lopakodást, hogy 100%-kal növeli a sprint hangját, mármint ugye csökkenti, az tök jó. Jó, mondjuk nem kéne elverni rá, lehet, hogy kapok. Jó, hát nincs fazza semmi itt, gyerekek. De egyébként ez nem pont ugyanaz a város, mint ami az előtt volt. Tök hasonló, nem? Itt voltunk letelepedve, tök nagyon hasonló ez az egész. De tök ugyanazt gondolom nem lehet. Viszont azért itt lehet, hogy egyen jobban érezném magam itt letelepedve.
madarakra kéne figyelni. Figyeljetek, lehet, hogy csináljuk azt, hogy csináljunk egy küldetést, keressünk egy helyet, ahol le tudnánk telepedni a városba. Amúgy lehet, hogy ez egy jó megoldás lenne. Viszont itt is ki kellene lootolni ugye mindent, ha már egyszer. Bár mondjuk ahhoz még... Mi volt ez? Ez egy kutya. Aha, ez viszont nekem jó lesz, meg kaja. Oké. Okay. Ennek örülök. Viszont a legelőször egy magas épületet szintén kellene keresni, ahol le tudnék telepedni. Ez nem rossz, gyerekek, ez nem rossz ez a projekt. Ez nekem jobban tetszik, mint a másik. Milyen zombi volt ez, gyerekek? Aha. Jó, semmi gond. Valami olyan épület kellene. Jaj, de itt mi ez a töltögetés? Miért kellene töltögetni ennyit? Valami nem stimmel ezzel a játékkal. Lehet, hogy újra kéne raknom, vagy valami történt ezzel. Újabban. Ilyen lassan kell töltögetnie. Viszont valami olyan hely mindenképp kell, ahol le tudnék telepedni. Csak az a baj, itt a magas épületek azok esélyesek, tudjátok mire. Arra. Hogy azokat nem valószínű, hogy ki tudom én lootolni. Elnyomjunk egy... Vagy ötletem. És akkor ugye nem riasz be semmiképp, megnézzük, hogyha esetleg találunk-e valami jót. Ugye a magas épület azért lenne jó, mert nem vesznek észre a zombik, és ott tudnék létezni. Madarak úgy látom egyébként nem támadnak ki, csak akkor általában, amikor beteg vagy valami bajod van. Aj, egy macsétét adjál, bazze. Nem hiszem, hogy nem adsz egy macsétét. Ó, viszont egy négyes íj, az viszont kurva jó. Ez megy scrapre. Jó, a négyes íjnek annak örülök. Oké, gyerekek, már érdemes előtt ide eljönni. A autókat azokat valószínűleg nem ártana lootolgatni. Mert azokban tényleg akármilyen tök jó dolog szok lenni. Bár itt a városban meg valószínűleg, hogy sokkal több zombi lesz. Jó. Kéne találnunk valami, hogyha város szélén vagy valahol találnék egy olyan tornyot esetleg, ahol így be tudnék költözni, vagy valami hasonló épület, az lenne tök jó nekünk. Bocs gyerekek, de a kocsikat azokat ki fogom lootolni. Ott a cső, meg tudom javítani ezt. A város szélén körbe megyünk. Szóval találunk valami olyan épületet, ami be tudnék költözni. Egyébként ott tudjátok, mi lenne a legideálisabb? Az építkezés, tudjátok, ahol van a toronydaru. Azt úgy élnem. És megint valahol kutyát hallok. Aha. És ezt ki is fogom nyírni, gyerekek. Hú, baze. Pedig ez visszajönne elvileg. Oh, elment. Jó, meg is volt. Már itt a farma nem biztos, hogy érdemes mászkálnom nagyon sokat. Majd lehet kutya bármi. Itt a sivatagban jobban élhetőbb lenne, nem srácok? Mit gondoltuk erről? Nyilván egy kicsivel nehezebb. Viszont sokkal inger gazdagabb. Hoppá! Andy Divinch. Jó, szerintem ez egy jó dolog lett. Nagyon jó. Ugye Undeed-re kapunk több damage-t. Hát az összes gyakorlatilag ellenség az Undeed, kivéve az állatok. Szóval ez mindenképp jó. Jó, végigmegyek itt ezen a kertvárosi részen. Várja, még megy a lockpickingem. Úgyhogy ezt a rendőrautót ezt gyorsan még ki kéne kapnom. Ha
Még 2 perc, 50 másodpercig, úgyhogy látunk rendőrautókat, akkor azokat kilutoljuk. Ezekben jó cuccok szoktak lenni, csak ugye beriasztanak. De most ugye nem fognak. Csak akkor, hogyha elcseszed az ártörést, akkor riaszt be. De most ugye a jailbreaker süti miatt nem. Jó, oké. Okay. Jó, rendőrautót látunk még, akkor mindenképp ki kell. Még belefér. Belvárosban biztos, hogy vannak rendőrkocsik. De szépen sorba, jó? Szépen sorba. Max, elnyomjuk a következő jailbreakert is, tök megéri. Jó, ezeket meg mind lootolgatjuk, mert... És tölt, hallom, hogy tölt a gépen. Tudjátok, amikor így a venti... Itt szenvedés van. Aha. Csak az a baj ilyenkor, hogyha betámad bármi, akkor nekem ere kuku, és az miatt fog meghalni. Úgyhogy mindenképpen újra fogom rakni ezt a játékot, vagy valamit kezdek vele, mert ez így nagyon nem biznisz. Hát nem szabadna neki töltögetni eddig, konkrétan. Ez nem az, hogy akad, mert akkor mindig akadna. Ez borzalmas. Borzalmas! Töltődj már be valami. Valami nem töltődik be, valami ilyen rettenetesen sokáig töltődik. Lehet, hogy voltak benn modok, és lehet, hogy azt cseszik ki velem. De tényleg ezzel az lesz a probléma, hogy pont akkor támad be valaki, akkor meg fogok halni. Hát ezeket visszük, aztán eladjuk maximum. Jó, hát ez nagyon jó, ez jó az a környék. Itt azért lehet szerezni dolgokat. Ezt a kocsit is megnézzük, ott van egy tyúk. Itt van egy farkas. Hát ez nagyon jó, gyerekek, itt sok kaját tudsz szerezni. Meg sok mindent is. Nehogy bájjon most a képen, akkor végünk van. Megyünk tovább inkább. Van még egy percig, kitart a jailbreak első. Itt egyébként meg kell nézni, hogy nincsenek rendőrautók. Ott egy rendőrkocsi. Meg sok zombi. Hát ez igen, ez ízszéren ez egy elég veszélyes hely. Főleg szarra vagyunk terhelve, megpróbálok lopakodva. Ha nem vett észre, jó. 26 másodpercig még van a jailbreaker, 12 másodpercig nyitjuk, tökéletes. Egy darab macsétát nem adva az a játék. Vagy egy darab kés, nem tudom, ez egy hunting knife, vagy valami. Jól van, alakulnak a dolgok, azért alakulnak. Érdemes volt ide eljönni. Egyen jobban vagyunk, mint voltunk. Hát figyelj, húzunk innen vissza a traderhez szerintem. Valamiféle hely kellene, ahol tudnánk létezni, élni. Csak ezek a tier 4-es, 5-ös épületeket, ezeket nem biztos, hogy érdemes behódítani. Itt is van egy nagy torony, látjátok, de hát öcsém, érted? Azért ez nem gyerekjáték lenne. Lehet, hogy érdemesebb lenne saját magamnak építeni valamit. Én nézelődök egy icipicit. Hát, hogyha valami tornyot vagy valamit meglátok, de hát nagyon nem látok semmit. Ez az olyan jó hely egyébként, ez majdnem azt mondtam kurva jó, de nem akarok csúnyán beszélni, de ez tényleg egy jó hely. Nem tudom, hogy hova lehet, de
beköltöztem. Egyébként a másik megoldás, ugye, hogyha leásnék, ez is egy tök jó megoldás. Nem azért, hogy milyen magasan vagyunk, 35 méteren vagyunk, ugye nem érzékelnek, az benne pláne. Tehát nem az, hogy most ez védett legyen számomra, nem az lenne az előnye. Csontkés, csontkés, az a gyerekek, minden is van. Jó, ott rogy meg. Visszavagyunk Traderhöz. Egyébként, hogyha jól gondolkozok, akkor tényleg ugyanott vagyunk, mint ahol ezelőtt, ugye az ezelőtti mentésünkbe. És az egy dolog miatt nagyon jó lenne, hogy itt nem messze, elvileg, van egy, még egy trader. Mint hogy tögybe az, nem olyan bonyolult ezt betölteni ezt a kicsi, viszonylag kicsi játékot. Oké. El kéne adnom dolgokat. Lett egy pár. Meg lehet, hogy ezeket nem eladom. Jó. És akkor azt köcsirálni a gyerekek, most nagyon, nagyon meg vagyok lőve, hogy mit csináljak. A legszívesebben egyébként ide valóval letelepednék. Tudnák, itt tök jó el tudnék lenni. Marokat nehogy véletlenben hagyjam Barbie-be is. Hát ez a Molotov fogtél megy, az is megy. Sörétes nőszer megy, ez kuka. Oké, ez megy. Megy kuka. Ugye amit nem vesz meg, mert olyan, olyan kevés van belőle, azokat dobálom el. Ez kuka nem érdekel. Oké, szerintem egész jó. Ez kuka. Egyes ilyen szar, ezt nem tartjuk meg, nyilván. Öt papírt nem tartjuk meg. Oké, gyerekek, jó. Oké, megnézzük itt is egyébként, hogy nincs a jailbreaker vagy valami. Ezeket érdemes azért megvenni. Meg kéne ennem ezt a kaját. Kéne ennem innom egyet. Most nagyon-nagyon-nagyon-nagyon dilemmában vagyok, hogy mi legyen. Mi legyen, onnan elköltözzek-e, de valószínű, hogy el kell, mert nem tudok komolyabb küldetéseket csinálni. Itt a jailbreaker megvesszük. Tökéletes. Jó, akkor van még egy jailbreakerünk. Oké, gyerekek, figyelj, el kell költözni. Csak hova telepedek itt le, azt még nem nagyon tudom. Tényleg az a baj, a közelben nincs olyan magas torony, úgyhogy lehet, hogy egy ilyen leásási projekt lesz. Egyféleképpen még meg lehetne oldani, most azon gondolkodok. Ugye nem tudom hány méterről érzékelnek. Egyféleképpen még meg lehetne oldani, hogyha egy akkora körbe gyakorlatilag fölépítesz egy ilyen kerítést. Tehát ez nem biztos, hogy megéri. Nézzük meg, milyen épület ez itt, gyerekek. Nézzük meg, ez milyen épület. Azt lehet, hogy egy katonai bázis. Mert ez egyébként ez tök jó. Van ott egy torony is például. De hát ez egy katonai bázis lesz. Látom már, jó van. Akkor ez... Jaj, igen, ez az a katonai bázis, amelyiknek le kell menni ott. Van egy helipadja. Oké, hát akkor ezt elengedtük. Az a gyerekek, meg tényleg nagyon-nagyon dilemmába vagyok. Csábító ez a hely, nagyon csábító. Nagyon csábító. És egy darab kés még mindig nincs normális. Ez roppant szomorú. Gyerekek, vagy pedig visszamegyünk oda, csinálunk még. A hetedik napig ott el leszünk, mert hogy azt fogom csinálni. Viszont, hogyha jól gondolkozok, akkor ha én erre megyek, akkor még egy trédet útba tudok ejteni. És az nem más, mint a havas részen a... Gyerekek, nem biztos, hogy jól gondolkozok. Ez lehet, hogy csak egy ilyen modulárisan rakja össze. Mi az például, oké, hogy ezelőtt is izé helyen volt, tudjátok, Burning Forest-be, vagy Burn Forest-be, viszont nem ugyanúgy nézett ki az egész hely. És ez érdekes.
és ez egyszerűen abszurd, hogy ez így működik. Ez soha nem volt így, érted? Azóta nem változott semmi paraméter a gépemben, úgy repülve ez a játék, és ez elkezdte ebbe a sorozatba. Szóval nem tudom felfogni, hogy miért. Tényleg, bocsánat érte, biztos. Gyerekek, ez a város nem is volt itt. Ez nem. Ez valahogy úgy rakja össze gyerekek a játékot, hogy ez ilyen moduláris szerintem. Hogy vannak ilyen helyek, mondjuk ilyen városok, és azt lerakja, és a traderlect az ugyanúgy néz ki. Vagy a trader az ugyanúgy néz ki. Meg a városhoz viszonyítva ugyanoda van leragva. Ez tudja, hogy ez ilyen moduláris. Szóval ez nem, mert itt egy ilyen havas résznek kellene lennie. Ez nem volt itt az a város, kisváros, amikor én ezzel ott csináltam. Ugye? Na, emlékeztek rá. Itt nem volt kisváros. Valami erre eljöttem, és akkor ilyen havas részre jutottam. Itt most meg az abszolút nincs. Itt volt valami havas rész az előtt. Hát meg tök nem is úgy van. Tök nem úgy van. Jó, hát akkor akkor nem ugyanaz. Nem ugyanaz a map. Csak valamilyen szinten modulárisan van összepakolva. Jó, semmi gond. Visszamegyünk oda, lehet, hogy az első 7 napot megpróbáljuk ott túlélni. Mert azért a biztonságra is rá kellene menni, mert azért ne felejtsük el, hogy Insane-ben játszunk. És utána esetleg átköltözünk ide. Meg még közben hogy felfedezzük a dolgokat. Az a baj, elég sok időt elvesztegettem. Jó lenne valami küldetést csinálni még, mert vicc, hogy még mindig nem kaptam egy darab fegyvert se, ami nekem kellene. Főleg úgy, hogy rá van pakolva a skill, és még úgy sem kaptam meg. Értem én, hogy gőzgép, de mi hajtja, ugye? Elvileg annak kellene lenni a legnagyobb esélynek, hogy azt kapom, és erre meg semmi. Viszont tök jó most azért, viszonylag jól összeszedettel játszunk. Például ezt a jailbreakert, ezt mindig meg kell venni, az már alap. Várjál, pisztolyon kell lenni, hogyha tyúkot látok, hogy valamit, akkor le tudjam lőni. Nem futkozok azután már, majd hogyha esetleg közelebb ért valamelyik. Okay. Itt erre próbáltam menni, hát hogyha valami ismerős rész lesz, vagy valami érdekes. Hopp, 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 hopp. Az eldrop, és ledobta pont elém. Beszarok neki. Mekkora mázli, gyerekek. Pont szemben jött, és ledobta pont elém. Ott az eldrop. Ezt a kocsit kilutoljuk. Trilut. Meg ott van egy táska, azt is. Bízok mindig a macsétába, és soha nem lesz, gyerekek, soha nem. Soha. Egy kés se semmi. Cső, meg minden, mondjuk jó, az is jó. Igazából mindennek örülök, nincs semmi gond ezzel, de tényleg azt kell... Te nyúszi. Ez kurvára nem találom el. Hát ez még le se ér, azt már odaérünk, úgyhogy ez tök jó. És akkor megyünk vissza, haza. Dingo. Fusihoz kell. És akkor majd ugye, hogyha elérünk addig, akkor tudok csinálni sonkás tojást. Rengeteg tojást meg húst szedünk. És ez tök jó lesz. Mert az egy... az egyik kezdő kajak közül nagyon egyszerű megcsinálni, és nagyon jó is. Megint dingó. Gyere ide dingó. Fast food cell, ember. Egyébként ez visszajön, úgyhogy nem sem vele gond. Jó, csak nyugodtan. Vissza fog jönni. Közben pakolgatunk akkor. Ugye ez azt csinálja, hogy elfut ezt a utána még rátámad, szóval óvatosba kell. Hát elvileg jönnél kére vissza, nagyon nem jön. Ja, így van. Ne! A köcsölgje vegette. Mindig elfelejtem, hogy ezek rámennek erre.
Viszont ezzel egyébként lehetne trükközni, csak pont akkor egy állat, amikor szükséged lenne rá, biztos nem jelenik meg. Ja, hát ez érdekes ez a, map. Nagyon érdekes ez a map. Nagyon ilyen déjà vu érzésem van, de itt is egy város az, hallod? És ez egy, megint egy másik város. Azt a bötyár, gyerekek, mi van itt? És megint egy dingó. Itt viszont annyi kajánk lenne, mint a sár. Ez egy jó dolog lenne. Hogy megnézzük még ezt a várost, tehát hogyha itt találunk valami olyasmit. Hol a dingó? Ez semmi olyan, ami nekem egyébként ilyen nagyon kellene. Nyilván vannak jó dolgok, de pisztoly. Lőszer. Mondjuk ez a pálypisztoly, az hajamra kenhetem, gyerekek. Ez nagyon kaki. Meg kéne nézni ezt a várost. Hát, hogyha bízok benne mindig, hogy találok valami olyan tök jó helyet, ahol jó lehet letelepedni. Most egy kicsit távolodunk, tudom. Megnézem ezt a várost is. Jó lenne, hogyha lenne valami adótorony, vagy valami hasonló, tudjátok, ahol le lehetne telepedni. Ott van egy nagy torony a távolba. Csak ugye hol van a izé, hol a trader? Ha egyáltalán van, de valószínűleg, hogy van. Egyébként ilyen nagyon nagy mapot állítottam be. Úgyhogy ez... Amiatt is lehet, hogy ilyen rohadt sok város van, meg nagyon távol egymástól, meg nagyok. Sajnos nem látom a tradert. Ugye a traderen van egy fehér zászló, azt kell figyelni. Ó! Tipli van innen. Na, megint egy dingó. Gyerekek, annyi húsunk lesz, hát... Én nem mindenre számítottam, csak arra nem, hogy itt ilyen horribilis mennyiségű kajánk lesz a végére. Jó, figyeljetek, ez is kell. Kalandoznunk is kell valamennyire. Mennyi húsunk van? 53. Kocsi kilutolása, azt nem bírok elmenni mellette, bocsánat. Mindig bizony az izére macsétálva, késbe macsétálva. Ah, van egy ilyen négyesünk. Jó, hát az jöhet. Ezt ki is dobom, nem szkrepelem le, most az nekem nem kell. Ez az egy kő, ami kijön belőle esetleg. Jó, végig! Megint egy dingó baza. Dingónak nevelem, ezt lehet, hogy nem is dingó. De én ezt ilyen izének tudom tippelni, tényleg ilyen sivatagi, ilyen préli farkasnak. Ja, itt végigmegyek gyorsan. Úgy, hát egyébként ez egy nagyon szimpatikus hely, gyerekek. Ez még arra emlékeztet, ahol multiplayerbe letelepettem, vagy letelepettünk, live-ba. Gyorsan körülnézek, körülszaglászok. Most, hogyha nem is olyan, fú, ez nagyon tetszik az a hely, gyerekek. Ez tetszik az a hely. Ez tetszik. Ez még jobban tetszik, mint az előző, és ott az a hely, az tök jó. Ó, itt egy ilyen izé, gabonatároló, siló. Meg kéne nézni, hogy hol van a trader. Ez lenne fontos, ugye? Mert anélkül igazából cseszhetem, trader nélkül. Mert körül kellene menni. És meg kéne nézni, hogy hol a trader. Aztán, hogyha tradernél környéken lenne valami jó hely, akkor letelepednék, átfordanám ide az utcaivat, nem egy nagy probléma. Tetszik, hogy egy ilyen viszonylag random, érdekes hely. És az a másik az azért nem tetszik, mert nagyon valószínűleg ilyen tényleg modulárisan van összeragva. És az tök, ó, itt a shotgun messiás, gyerekek. Ja igen, csak ez egy ilyen négyes, steel 4, hát az insane-en nem próbálkozunk be most egyelőre. Ja, nézzük meg, hol van a trader. Iskola. Elég bátor vagyok amúgy. A kettő között elmegyünk. High school. Jaj.
Egyszerűen nem látok se trader, se semmit. Ez tök más felépítésű ez a hely. Ez egy igazából olyan, mint egy nagyobb kisváros. Ha értitek, mire gondolok, hogy nem ilyen hatalmas nagy böhöm épületek vannak be, hanem rengeteg kicsi. Ugye? Értitek, hogy értem? Hát ezt nagyon szívesen kilutolnám. Úgyhogy ez lehet, hogy az észrevett, ugye? Mert azt nagyon kéne ütni. Ez mázi volt, na. Jailbreaker. Ezt akkor nézzük. És lehet, hogy rámegyek arra, hogy még több rendőrautó. Aj, dingo. Ezt ha félbe szakítom, akkor elindul a riasztó? Micsoda kipufogója van, sportdobban alatt a gyerekök. Jó. Ez mázi volt, hogy... Hogy rohagy meg! Rohan dingo. Ó, itt van egy ilyen mód. És ez nem rossz egyébként. De nem fogom használni. Nem rossz ez a cucc. Jó gyerekek, abszolút semmi várja. Megeszem ezt a pitét, ezt meg elrakjuk. Egyébként tök jó dolgokat találtunk, csak... Ez visszajött a dingo. Azért. Pihenjé. Jó, jó, nagyon jó fejlődünk, nagyon jó haladunk. Mennyivel inger gazdagabb és mennyivel érdekesebb egy ilyen hely, mint ahol először ugye letelepettünk, azért is érdekelne. Úgyhogy megtalálom a trailert, oda nézzetek, ott egy ilyen víztorony. Ez is például tök érdekes lenne letelepedés szempontjából. Jók lesz, szerintem itt nekem ez tetszik ez a hely. Úgyhogy esélyes, hogy le fogunk, vagy át fogunk ide jönni, hogyha lesz trader. Ami nem is biztos, hogy lesz trader. Van rá, esélyes, hogy ott a trader. Esélyes, hogy ott a trader. Mondjuk egy rendőrautónak is tudnék még örülni. Azt szerintetek trader? Itt az az épület? Azt szerintem a trader lesz. Itt a legutolsó. Az azért akkor az elég jó lenne. Jaj, az a trader. Jaj, imádom. Na hát akkor igen, itt fogunk letelepedni. Itt valahol keresünk egy helyet, ez nekem nagyon bejó és nagyon tetszik. Kurva jó, jaj ne. Áj, tolass már. Még mindig előre megy. Nyugalom van, bementünk. Ez mi ez? Ez milyen trader? Ja, ez megint egy bob. Érdekes ezek a mapok. Furán vannak megcsinálva. Na, inventory, figyelj, el akarok adni dolgokat, mert szalán széje vagyok szakadva. Egy darab lockpick, ugye az kell nekem. Várjál? Egy darab lockpick, ja, jó, oké. Ezt a módot eladom, mert van egy darab, nem nincs szükségre, ezt is eladjuk. Ezt is, ezt is, ezt is. Kell a pénz, kell a pénz. Amikor ilyen kevés marad valamiből, és amit nem vesz meg, az megy a levesbe. Oké, figyelj, annyit akarok, hogy nekem kell elkendi. Pont nincsen semmi olyan, ami nekem kéne. Esetleg valami nálad, inventory-ba. Fegyók között. Nálad van sok fegyó, bazza. Milyen sok fegyó? És egy darab késse. Az röhely egyébként, hogy egy darab késse. Na nézzük, hogy mi van nála. Nézzük meg az armorokat. Raider Nerd. Assassin Hood. Mit ad? Snake Damage. Minimum Armor Rating. Stamina Mobility. A Mobility csökkent, nagyon nem vagyok boldog tőle. Mondjuk ez a Snake Damage, az nem rossz. Most nagyon gondolkozok, hogy lesz ez még kivitelezve. Ranger Hat. Bartering Medium Stamina. Lumberjack. Stamina. Athletic Hat.
Fitness item buying. Light armor rating. Igazából semmi olyat nem adnak, amik... Nem is nagyon akarok rá költeni egyelőre. Jó, figyelj. Kellene keresni egy olyan helyet, ahol letelepedünk, az lenne a prioritás. Na, hogyha az nincs... Stílusban minden van, gyerekek. Érdekes, abszolút nem vagyok erre pakolva, mégis tök jókat hitelek. Na gyerekek, hova telepedjünk le? Itt a traderünk, ez tök jó. Ott megint egy város? Megbolondulok, gyerekek. Hogy ott megint egy város? Na valami jó letelepedési zórát keresünk. Gondolkozok ő izén, a földbásáson. Csak az a rettentő sokáig tartana. Lehet, hogy gyűlölnétek érte. Ó, itt is egy város. És ez is egy eléggé... Mert ez egy fejlővés volt, testvérem. Gyerekek! Lehet, hogy föld alatti bázisunk lesz, vagy hegybe ásott. Jó, valami enyém, már kiszedtem. És itt is van egy izé. Itt is van egy település. És itt sem jártam még, ugye? Abszolút nem, itt a trader bomb. Figyeljetek. Nem volt nagy hegy, viszont itt van nagy hegy. Meg nekem tetszik ez a kis település is. És ilyen kis kellemes. Figyeljetek, itt ez nagyon komoly. Na, itt ezek a hegyeket ezt tőztem ki. Úgyhogy lehet, hogy egy ilyen básós bázis lesz. Az a lényeg, hogy 30 méterre el kell szeparálnunk magunkat, ugye az lenne a lényege. Meg kell nézni, hogy ezek mennyire mélyek ezek a hegyek. És igazából itt nekem, ott itt a fordulóban ott tetszik. Ezt megnézem, ezt a kocsit már nem bírom ki. Nincs semmi. Annyira nincs messze a trader se. Itt azért... Mindjárt itt körülnézek itt a hegy környékén. Ott szemben is vannak rohadt nagy hegyek, azok is rohadt jók. Meg ott van egy ilyen nagy torony, de az vajon mi lehet? Itt valószínű, hogy nincs trader, ugye? Az már egy kicsit sok lenne. Ó, az agyár valaga. Három darab trader egymáson. Mindjárt megnézzük, hogy itt mi az a torony ott baloldal. Tényleg most egy ilyen felfedezős rész van, gyerekek, bocs érte, akinek annyira ez nem adja. Ott van egy baromi nagy torony. Figyeljetek, annyira nem veszélyes, hogy a trédától egy picit messze vagyunk szerintem. Azok a nagy hegyek azok nagyon tetszenek ott, amik itt a túloldalon vannak. Mondjuk itt esélyes, hogy itt már nem lesz trader. Kicsit sok allanám, hogyha egyet egymásra pakolnak, három darab trader. Viszont itt, aztán itt éjjel nem halsz, hallod? Mennyi húsunk van? Már van, hogy 100 darab szerintem. Na, nyomtam egy tobot, most megőgirizaival. Akció. Ja, 100 darab húsunk van. Hát ez azért elég baba. Ja, ott az a nagy torony, az érdekes. Az a nagy torony, az érdekes. Aj, ez a kocsi. Nem bírom ki, hogy ne nézzem meg, mert rohadtul idegesít az, hogy... Nincs még mindig egy darab vágószerszámom. Hát ennyi autóból, meg mindenből, hát kellett volna vásnia szerintem. És megint egy zedignó. Bazza, itt ezek brutál sokan vannak. Na, megnézzük azt a torgyot. Úgy tök jó lenne. De egyébként lehet, hogy a hosszabb megoldásként, lehet, hogy egy ilyen befúrós téma jobban adná. Megnézem, mi ez a torony, ez nagyon izgalmas számomra. Van az a Ranger Tower, lehet, hogy az. Ezt a madarat meg majdnem elütöttem. Hát ez valami katonai bázis szerint, de viszont kurva jó ez a torony, gyerekek. Ez hányas? Hányas tír, hányas? Tír 2-es. Figyeljetek, hát nekem ez egy ilyen első generációs házikomnak.
Tök jó lenne. Úgyhogy valószínűleg, hogy itt rendet teszünk egy pici gyerekek. Ezt lehet, hogy egy letelepedést fog ebből kisülni ide. Most az a baj, túl vagyunk terhelve, mindjárt csinálunk egy storyst. Lerakjuk. Aztán valamit okozunk itt gyerekek. Mindenképp jó lenne letelepednünk, mert sajnos meg kell, hogy mondjam, elcsesztük az időt, 15 óra, tehát haza már valószínűleg nem fogunk érni. Oké, srácok, ebben így kell gondolkodnunk. Úgyhogy kipakolunk olyan dolgokat, amik nem kellenek. Majd valószínűleg ki is kösz, megint jön egy dingó. Itt az agyi kajád lehet. Ami nem szégyellett, hogy gyűjtesz. Jó gyerekek, oké. Rendet rakunk itt, kipucoljuk ezt a helyet. Körülnézünk. Fejlámpa, legjobb dolog. Egyik legjobb dolog a játékban. Hallom, hogy valaki mozog. Mi a fasz? Hol? Nem akarom kiíratni magam. Uh-huh. A kalapács azért adja, mi? Yes, hogy ütöttem a ajtót. Nem nagyon szoktam be... nem nagyon szoktam betelepedni ilyen polyokba, vagy minek nevezik ezeket. De most valahogy vonz ez az épület. Egy kezdő helynek szerintem tagadná. Csak ki kéne pucolnunk. Jó, hát a lootolásra ráérek szerintem, bár mondjuk a könyvet azt elolvassuk. Jó, figyeljetek, kipucoljuk, azt itt fogunk élni. Van egy olyan érzésem. Mondjuk itt biztos, hogy lesznek még egy csomóan. Azért ez egy tier 2-es. Jó, nem szedjünk fel, ne szedjünk fel. Mekkora tudok ugrani? Ilyenre simán fel tudok ugrani. Azért az baráti gyerekek. Ugye? Robbantani tudnék. Ez a parkörözés, ezt már most látom, hogy ez barátabb lesz, gyerekek. Ez a konkrétan ilyen nagyon jó tű. Nagyon jó el tudsz lenni. Ó, ők is. Várjátok, gyerekek, ez nekem nem lesz jó, hogy itt szétütnek dolgokat. Úgyhogy lehet, hogy azt kéne csinálnom, hogy inkább ne üssenek semmit. Hol esett egy valahonnan? Hol a csaj? Ne üst! Ugye nem jó ez így, gyerekek, ez nagyon nem jó. Nem jó! Sokan vannak. Úgy van, na. Nyugszik a beteg, basszus. Ez nem volt jó, ez nagyon hülyén csináltam, bocsánat érte. Nem tudom, miért kérek bocsánatot, de nekem se tetszett. Na, ide kell felmenni valószínű. Hát mondjuk van egy jó gépfegyverem. Talán nem szakad le, mert vannak ezek a leszakadós dolgok. Aha, jó van, ezt jó megcsinált a Keeper. Jó, egy kicsit hatékony akarok lenni.
Gyorsan végezzek, nem tudom, hogy még mi lesz itt. Ja, hogy ez még élt? Konkrétan föltolt. Ú, ez veszélyes környék azért, na. Jó, de nem vernék szét a dolgokat. Ütögessé, buzi! Honnan tudod, mikor pucoltam ki? Ja, itt rendet kell rakni. Viszont, gyerekek, nekem ez megmondom őszintén, ez adja. Egy kicsit ki kell... Ja. Ja, hogy ez így? Egy kicsit ki kell fofozni. De nem rossz szerintem, tök jó. Meg úgy látom, hogy végig ki is pucoltuk. Tök jó, tetszik, tetszik gyerekek. Hát akkor itt kellene letelepednünk. Hát milyen magasan vagyunk vajon? Itt észrevesznek? Nem, szerintem egyébként nem vesznek észre. Csak itt, ja, itt össze kell pakolnunk majd egy kicsit. Ugye megnézzük, hogy milyen magasan vagyunk. Azt mondja, hogy 61 méter. Megnézzük, hogy hány méterre a földszint, vagy a földtől. 61. Ezt nem lehet kinyitni, semmi gond. Na 61 és ez meg 46. Hát ez nem egy olyan túl magas egyébként. Na szerintem annyira nem vesznek itt észre. Aj, nem az igazi. Mindig nem érzem azt, hogy ez annyira jó lenne nekem, gyerekek. Valahogy nem érzem a, nem érzem benne a flow-t. Jó, figyeljetek, lutoljuk ki a fenébe. Fölmegyek a főlútér. És lehet, hogy nem ez lesz a nyerő nekem. Nem tudom. Nem elég magas. Nem elég magas, nagyon ilyen kacifántos. Nem tűnik túl masszívnak se, hogy én ezzel így tudjak azonosulni. Lehet, hogy begyomunk egy ezért, egy candy-t. Hát, hogyha ezekbe találunk valami értelmeset. Az alsókba. Á, itt ez nagyon komoly volt, egy candy-vel. Ezzel nem megyünk el búcsúba, gyerekek. Jó, mindegy. 16-29. 16-29, jó, ez, figyeljetek, nem baj, hogy ki van pucolva, mert ide el tudunk jönni esetleg, hogyha nagy szar lesz az éjszaka, mert egyébként gondolkozok valami, amit szeretnék megcsinálni, mert annyira nekem ez nem adja ez a hely. Nem rossz, de nem is jó, egyáltalán nem jó. Valami hosszú távú megoldást kellene kitalálni. Jó újságcikk, figyeld! Nukleáris robbanás. Oké. Okay. Föl is tudtunk menni minden, nagyon jó, tökéletes. Hol a bicikli? És itt kinéztem magamnak már szembe, lehet, hogy észrevettétek, hogy én itt nagyon sosolgatom ezt a nagyhegyet, amelyik tényleg elég epik nagy, hogy ebből valamit ki tudnánk hozni, én van egy olyan érzésem. Ugye megnézzük, hogy mennyire mély, és ez nekem több mint bejön. Több mint bejön, gyerek, az anyáról is tőle.
Ez nekem valahogy nagyon, nagyon adja dolog. Csak az a baj, mindig így a hegyeknek ilyen. Hát a fasz tudja. Ú, gyerekek, nagyon meg vagyok izélve. Meg vagyok lőve, hogy hol telepedjünk le. Szerintem mennyire mélyek ezek a hegyek, és nem is olyan túl mélyek. És 4,7 km-re vagyok otthontól. Ez egy hatalmas probléma lehet. Éjszaka jó van, már nem kell több kutya, bocsánat. A világ összes kutyáját itt összekaptuk. Gyerekek. Hát nem egyszerű az élet, nem egyszerű a kitalálni, hogy hol lehet egy ideális letelepedési hely. Viszont itt igaz az, amit lehet, hogy ti is gondoltok, várjatok, egy ki legyen egy kis... Imádom. Imádom a robbarásokat. Megint potyognak az alkatrészek. Jó, ez nem jó, gyerekek. Ez nem jó ez a hely. Rá kell, hogy jöjjek, ott egy rendőrautó, jaj. És még megy a jailbreaker-e, gyerekek. Viszont ez egy poi. Szokottam mondani, ez egy poi. Aha, nem jó, nem jó. Bazd meg! Tárasz! Nem tudom, hogy ott van egy bazdmeg, egy zombi kutya is a gyerekek. Zombi kutya az elsődleges célpont. Nézzük, minden, oké. Okay. Úr, és semmi volt ez? Ez majdnem sikerült megszivatnunk magunkat, gyerekek, brutálisan. Hol van a bicikli? Persze a biciklinek a ideje meg kell lennie, arra nézni. Húzzunk innen a rákba, gyerekek. Itt majdnem megdöglöttünk. Volt egy ideje, ott van az a kurva zombi kutya. Meg ugye, ha megsérülsz, akkor a madarak rád jönnek. Fú, hát ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rohadt nagy mázlival sikerült, ezt megúsztunk, gyerekek. Azt a bötyár, hallod, itt majdnem ideje vett el a kukú. Majdnem sikerült a földbe, fűbe harapni. Majdnem sikerült fűbe harapnom. 17 óra. Nagyon megy az idő, nem tudom, gyerekek, annyira tanácstalan vagyok, hogy hol telepedjünk le. És az a baj, hogy megy az idő, és rá fogok cseszni, gyerekek. Az éjszakát valahol olyan helyen kell töltenem majd, amelyik nem biztos, hogy túl biztonságos lesz. Majdnem meghaltunk. Nem tudom hány HP-n volt, kíváncsi vagyok, majd visszanézem, de szerintem ilyen bőven ilyen 30 alatt voltunk már. Megnézem ezt a tűzoltó autót. Hát hogyha lesz benne egy vágószerszám, egy rohadt vágószerszám. Hogyan lenne benne bazze? Jó, egyébként tudom, írjátok, lehet, hogy sírok a loot miatt, az közben a Lucky Looterre nem rakok. De vannak fontosabb dolgok is most egyelőre, túlélés érdekében. Na, visszamegyünk ide a trailer környékére, ugye? Amit itt kirénztünk magunknak, aztán lehet, hogy ott lesz egy valamilyen, esetleg egy föld alatt. Figyeljetek, ennyire, akkor már régen báláshattam volna magam egy föld alatti bázis... Bázisba. Lehet, hogy a madarak egyébként most támadni fognak.
Igen, ugye, mivel nem vagyunk egészségesek, akkor azt nem szeretik. Úgyhogy sivatag be, ez a veszély fenyeget minket. Meg kéne néznem, hogy mi ez a... Ó, de van, de minden is van, minden is van. Vitaminok. A mamucskát egy kicsit megtréfáljuk, azt húzunk innen. Hát ez jó, nem a legjobb gyerekek, nem a legjobb, be van törmekedem is. Meg vitamin kellene. Lehet, hogy egyébként van a bringába, bár nem biztos. Ja, és kacok. Itt a trader környékén kéne letelepedni mégiscsak. Vagy pedig hazatekerünk. Vagy pedig ma hazatekerünk, feltérképeztünk dolgokat. És utána ráérünk ezt eldönteni. Lehet, hogy inkább azt fogom választani, srácok. Van kajánk, van piánk, felfedeztük a környéket, mondhatjuk. És egy picit meg kell nyugodnunk, mert rájöttem. Most ez az utolsó dolog, hogy ugye itt vannak ezek a madarak, ezek iszonyat hamar szét tudnak kapni. Hazamegyünk, gyerekek, haza kell mennünk. Honvágyam lett hirtelen. Lehet, hogy ez hülye hangzik, de honvágyam lett hirtelen. Nagyon veszélyes ez a környék, gyerekek. Nincs vitaminunk? Nem tudom, meg kéne nézni. Faszus. Majdnem sikerült megdöglenünk. Nem örültem volna, hogyha megdöglünk. Hazatekerek, az lesz gyerekek, hazatekerek. Hazatekerek. Fölfedeztünk néhány trédert, néhány nagyon érdekes helyet, amivel majd később tudunk számolni, hogyha el kell költöznünk onnan. Egyelőre még a tier 1-es küldetéseket csináljuk. Most fogjuk megnyílni a kettest, de nem kell nekünk az, hogy most nagyvárosba költözzünk kapásba. Aha, ott is a madár figyel, és ez ránk fog jönni, bassza meg. És a hatalmas probléma, hogyha nincs staminád, nem tudod leütni. Úgyhogy gépfegyveren leszünk. Megnézzük, mennyi lőszerünk van. 69 darab. Jó. Hú, gyerekek, menjünk haza a picsába, mert itt nagyon veszélyes a környék. Hú, gyerekek, bejött a város közepére ráadásul, várjál. Húzzunk innen. ez majdnem sikerült kigyiratnom magam komolyan itt. Ja, a következő részre meg valamit kell csinálnom ezzel a töltögetéssel. Mert az itt megdöglök, úristen. Hú, nagyon stressz az egy, nagyon stressz az a sorod a gyerekek. Nagyon észnél kell lenni, meg egyből reagálni, hogyha van valami. Hogyha láttad, hogy madár jön akármi, menekülni. Itt nincs az, hogy megállok, aztán mind a tank, beállok, és akkor majd valami lesz. Úgy megdöglek, mind a szart. Szétcsapnak, mind a szart gyerekek. Ott van egy mentőautó, lehet, hogy megnézem, hát, hogyha van be, lesz be vitamin. Hát, ha bemákoljuk. Egyébként, ó, de jó. Mi az, ami nem kell? Mi az, ami nagyon nem kell? Hát ez például nagyon nem kell. Oké, gyerekek. Jó, túl vagyunk terhelve, viszont nagyon hasznos dolgokat szereztük. Sajnos az még mindig nincs, amit akarok. Gyerekek, rendületlenül, megállás nélkül haza kell tekernünk. Most látom, hogy még mindig kurva messze vagyunk, és a homot kellene megjelölni. Ne! Ne álljál meg, amikor megnyitom azt a rohadt mapot! Egy mapot nyitok meg! Nem a világ végét, és megint bassza, íze lett. Gyerekek, megint. Megint 4K. Megint 4K? Miért csinálja ezzel ez a játék? Miért mész át 4K-ba, old meg? Ez újabban, újra kell raknom ezt a játékot, valami nem stimmel a gyerekek, és akkor mindig így, és akkor mehetünk tovább. Tök jó. Nagyon egyébként egy baromi élvezetes dolog, főleg amikor a zombi mellettünk. Ha attól fog meghalni, komolyan mondom, letörlöm ezt a játékot. Attól fog meghalni, hogy akkor akad meg, amikor pont egy zombi mellettem van, és konkrétan ütni fog. Az úgy izgi lesz.
Jó, nem bánom egyébként, hogy itt körbe utaztuk a félvilágot most. Aha, jó. A kaktusz... És ez komoly, hogy a kaktuszba között leszállom. Hol van ez a rohadt? De hogyha én itt ezt túlélem, hogy hazaérek, bazze, de majd nem bírom ki, hogy ne lootoljam ezeket ki. Mindig el van törve a kedoszta, azért itt nyuglődnek ám rajtam a madarak. És az a baj, kéne gyógyítanom néha magamon. Bizony 8:30. Nem bírok elmenni egy autó mellett úgy, hogy ne lootoljam ki. Jó. De! El tudok menni mellette, mert nem fogom kilutolni, csak belenéztem. Csak azt a rohadt macsétát, vagy a rohadt knife-od, vagy valamit, azt várom, hogy legyen. Jó, nem vagyunk olyan nagyon messze, úgyhogy nem gondolom. Csak az a baj, mindig madarak megtámadnak, de mindjárt kimegyünk a sivatagból, már nem lesz több madár. Jó, Ringo meg ott rohadt meg, mert már annyi kaján van, mint a sár. Autót meg se nézem. Megyünk haza. Megyünk haza, nagyon stresszes volt ez a nap. De még mindig tök jó vagyunk. Akkor, amikor ugye elkezdtem lutolni ott azt a rendőrautót abban a parkolóban, akkor nézem, hogy ez egy, konkrétan ez egy ilyen poi, amiben ugye akár vannak zombik is. Ja, jó van madár. Ez miért nem akar megtámadni? Ja, mert meg vagyok gyógyulva. Jó, oké. Okay. Ja, hát ezek csak akkor támadnak, hogyha beteg vagy. Hogy milyen rendes dolog, mi? Jó, mert viszont megint olyan helyen megyünk, ami tök jó, ahol még nem jártunk, és esélyes, hogy akkor így felfedezünk, vagyis megismerünk olyan részeket a játékba, vagyis a mapon, amit még nem ismerünk. És ott van a havas rész egyébként. Havas Henrik. Viszont szerintem az én traderemnél is frissült az árukészlet, és ott esélyes, hogy lehet, hogy van kis, vagy bármi. És lehet, hogy ha hazamegyek, akkor még belefér az, hogy gyorsan ugrok a traderhez. És ott a havas rész. A havas részen szokott lenni az a trader, ugye, amelyik a vépöröket árulja, a vépöröket. Szomjasak vagyunk. Ez lehet, hogy kellene inni ma egyet. Jó kis Mineral Water, ez az egyik legjobb a játékban. Pia. Jó, 1 kilométer, laza. Laza gyerekek, tök jó. Tök jó, egyébként meg örülök neki, hogy olyan részeket tényleg felfedeztünk, amiket eddig nem ismertünk. Itt is például. És tök közel van hozzám a sivatag, mert itt lenyúlik erre. Megyek itt ennek a határára, két terület határán, hogy akkor ezt így lássam. Itt is vannak ám nagy hegyek. Milyen, hogy így lát? Akkor látni fogom ugye a mapon, hogy itt hol tart a sivatag. Vagy meddig tart. Tekerjük a biciklét. Jó, 900 méter. Lazon még el tudok menni a traderhez megnézni, hogy van-e nála valami izgalmas. Itt is épület, hegyek, gyerekek van itt minden, mind a bucsúba. Fölfedeztünk mennyi? Kettő trader, két plusz trader. Most már 3 traderről tudjuk, hogy hol van. Gratulálok, neki megy, hülye gyerek. Csináltunk egy nagy biciklitúrát ma. Jó lenne még a traderhez elvenni, megnézni, hogy mi van nála. Csak az a baj, hogy túl vagyunk, szarrá vagyunk terhelve, lehet, hogy elvegyek. Lehet, hogy egyből oda fogok irányítani magam. De nézzétek, tök hamar ide érünk, és eddig lenyúlik a sivatag. Ez tök jó tudni most. Ez tök jó tudni, nem is gondoltam volna. Konkrétan ilyen pár száz méterre tőlem van a sivatag, meg a... Ja, havast azt konkrétan látjuk is. A körülbelül vagy három fajta égövnek a határán vagyok, ugye? Itt a sivatag.
Ugye itt a sivatag, meg a, itt csatlakozik konkrétan az a három. Jó. Csuk. A sivatagban nagyon könnyű kaját szerezni, már csak azért érdemes elfutkorászni oda. Meg ugye, ez egyébként ez egy tök jó hely. Ez egy jó hely. Meg én már el akartam üzélni innen. El akartam költözni, aztán igazából ez egy nem rossz hely. Megjöttem, ezek már ismerős zombi hangok. Szeretjük ezeket a zombikat. Hol a pecsömben van már ez az épület, ahol lakom. Na, megőrülök. Há, megjöttem, hazaértem, jó van, minden oké. Okay. Még gyorsan elugrunk a izébe, elugrunk a traderhez. Azt hiszem, hogy a negyedik napon írta, hogy akkor lesz új cucc nála, úgyhogy megnézzük mindenképpen. Kijutok egyszer innen még máma. Gyerekek, itt ez... Mi az a kovalkád? Egyébként tudom, hogy hol van a trader? Ha tudom. Jó, ez a kisváros. Ez tök jó kezdővárosnak. Ez jó. Ez egyébként bírom. Szeretem. Én egy kicsit be vagyok keveredve, hogy hol az anyám balagába tudok elvenni. Jaj, hát menjünk itt. Te Isten! Hát menjünk már valami út, hol van itt ebbe az egy sebb utakat. A hármas, tier három az még van itt. Ahogy látom. Te Isten, gyerekek, hát meg már keveredek én itt már ki. Hát menjünk már valami. Egyébként egy minimap, az egy áldás lenne ebbe a játékba. Bocs, ha már nem érek rá, biciklizek. Oké. Okay. És akkor el is tudom adni a dolgokat, hogyha esetleg van nálam olyan, mert van is nálam olyan, egy csomó szemet. Várjál, jaj de jó, jaj de imádlak. Megjöttünk. Csönk egy olyat, hogy... Ez az, ez az. És van egy legendary parcom megint, hatos dolgokat tudunk kraftolni, bár nem a kraftolásra akartam itt rámenni annyira, de... Na figyelj, mondd, hogy egy rohadt, miért nincs nálad egy rohadt fegyver, testvérem? Mondd már meg, egyébként mennyi lőszerünk van, nézzétek, az nagyon kemény. Igen, ezt el akartam adni, ezt is eladom, ezt is eladom, ezt is eladom. Tudom egyébként ez a nyílvesző, az lehet, vagy a íhegy, az lehet, hogy jó lenne valamire majd. Nem kell, akkor megy a levesbet a só. Jó. Jó, igazából más nem adunk el. Hát nincs nála semmi szerintem, ami érdemes lenne. Van egy olyan sanda gyanúm. Sajnálom nagyon ezt a dolgot. Semmi értelmes. Semmi olyan, amit érdemes lenne megvennem, szerintem. Armorok vannak nála, azt mindjárt végignézzük. Csak kiválasztjuk így. Farmer Assassin Glowess. Attack speedet növel. Medium armor. Mobility-t. Érdekes, hogy miért csökken 5% mobility-t. Hát mert medium armor, gondolom. Lehet, hogy az Assassin-ra fogok rávenni. Attack speedet ad, ez nem rossz. Jó, de viszont nem veszük meg 3000-ért, azt tudja. Jó, gyerekek, még izéket akartam megnézni, könyveket. Vegyünk könyveket, néhány darabot, ami jó lehet. Nagy gól. Figyelj, veszek könyveket, azok szerintem mindig egy hasznos dolgok tudnak lenni. 1500. Jó van. Úre. Oké, csontkés 3-as. Jó, semmi gond, gyerekek.
nem csüggedünk, nem minden tökéletes, de viszont még mindig élünk. Ami, az, aminek azért tudok örülni, meg még ráadásul lett fejlámpánk, ami nagyon jó, meg lettek azért jó dolgaink. Jó, tök jó. Ezért ezt meg kellett volna nézni, nem volt nála Eye Candy, vagy pedig Jailbreaker, de egyfelem most talán még annyira nem fontos. Oké, gyerekek. A Jailbreaker van. A Jailbreaker az fontosabb egyel számomra legalábbis. Jó, vegyünk aztán, összeszedjük magunkat egy kicsit gondolatilag. Valószínűleg most már nem megyünk kalandba. De ez egy rettenetesen hosszú nap volt, nagyon stresszes nap volt. Kíváncsi vagyok, visszanézem a videót, hogy mennyire sérültünk meg, de szerintem egy ilyen 20 alatti HP-nk volt. Nem, rá sem mertem nézni, annyira koncentráltam, hogy lehetőleg ne dögöljük meg. Ezt meg igazából irányba kéne egy nagyjából állítani. Úgy. Oké, okay, ugye ebben nem is maradt semmi, de maradt. Oké. Okay. Jó, szuper. Én örülök egyébként, még mindig, hogy túlélünk. Nem tudom, a hetedik naptól nagyon félek, hogy hogy lesz. Tippeket írjatok, léci, hogy szerintetek hogy legyen addig. Nem veszem fel a következő részt, megvárom. Én amit hát így magam, hogy jó, van egy ötletem egyébként. Nem jó az ötlet. Hú, nem tudom. Én leginkább ez a parkörös, menekülős megoldás lenne szerintem számomra jó. Már csak azért, mert konkrétan nem hiszem, hogy érdemes lenne kockáztatnom, hogy nagyon ölöm őket, főleg nem közel harcba. Meg ugye hiába ölöd meg, akkor mindig egy új fog születni, újra termelődnek. Szóval nem biztos, hogy az egy jó megoldás tud lenni. Na gyerekek, rengeteg cuccunk lett, rengeteg cuccunk, tök jó. És akkor ezeket meg ide. Van itt minden, gyerekek, van itt minden. Figyeljetek, van 130 darab fushing, van piánk bőven, 4 darab burki volt lett csak ma, sajnos, mert ugye elég elcsesztük az időt, nem nagyon csináltunk mást, rakjunk ilyet is. Oké, okay. Okay, gyerekek, én elég boldog vagyok, elég jól sikerült ez a nap, ahhoz képest, hogy olyan megdöglöttünk, annyi, hogy... A Murky Water-t azt megfőzzük. Ezt kirakjuk ide. Meg a csövet is kirakjuk, viszont inkább nem, hanem ezeket mindent is megjavítok, jó? Javítás. A pisztolyt nem. Kavicsunk van. Van egy darab kavicsunk, hát ott talán meg tudjuk javítani. Ezt meg tudjuk javítani. Ezt meg tudjuk javítani. Oké, okay. Ez meg mivel csonttal tudjuk javítani, gondolom. Javítás, gyors átnézem. És mit csináltam én? Leszkrepeltem? Nem. Lehet, hogy leszkrepeltem. Lehet, leszkrepeltem azt a fegyót. Volt még egy? Hát most már bele vagyok keveredve. Most mert már máshol jó volt az eszem, megmondom őszintén, valamit leszkreppeltem szerintem előre. Hát ez úgy fasza volt, jó van, oké. Okay. Ügyes gyerek vagy, Keeper. Tényleg gratulálok, erre sincs szükségem. Ezt is ne kéne szkreppelni, nem tudom, csont lesz belőle, gondolom. Jó. Oké, okay, jó, hát egy kicsit úgy látom, hogy hülyeséget csinált a Keeper. Mennyi idő van? 20:53. Szuper. Viszont, amit akartam csinálni, igen, meg akarom nézni, ezt akartam egyébként, hogy megnézem, hogy miket tudunk esetleg craftolgatni. Semmi olyan kalapácsot tudnánk, nem hiszem, hogy kell. Oké, okay, ebből tudnánk. Hármas sonkést tudunk csinálni, semmi. Ez nem érdekel minket, ebből tudnánk egy ötöset. Jó, vagy hatosat. Nem, ötöset. Kézi fegyver egyáltalán nem haszontalan számomra. Egy konkrétan kb. Minden haszontalan. Ez érdekes, ez tényleg a robotikban van a pipe. Button. Oh, food. Food. Ki van unlockolva? Ez akkor jó lesz.
Ezért akartam megnézni ezeket a dolgokat, hogy tudjuk, de úgy látom, hogy az akkor elég jó lesz, bár... Nem, az még mindig nem. Így akkor ez úgy működik, hogy amíg akkor lesz unlockolódva... Hol volt az? Ó, armort is akartam nézni, ja, primitive armor. Tudunk egyes light armorokat csinálni, meg igazából gondolom mindenből. Ez mondjuk lehet, hogy egy elég jó dolog lenne. Hol volt a izé? Hol volt a kaja? Fú, itt van. Mi ezeket tudom csinálni? Hmm. Ez még áll... Aha, ja igen, itt van. És az még lokolva van. Hmm. Tök jó. Az nem sokára állokolódik, úgyhogy ez tök jó. Jó gyerekek, figyeljetek, én elbúcsúzom, mert igazából úgyse vegyük már le. Innen folytatjuk a következő részt, az ötödik napon. Én mondó vagyok, hogy valószínűleg küldetéseket fogunk csinálni nagyon sokat holnap, hogy fejlődjünk és lootoljunk rengeteget, és próbáljunk meg szerezni végre egy rohadt fegyvert. Gyerekek, van 71 lőszerünk, van rengeteg pisztolylőszerünk, ami azért boldog vagyok tőle. Meg majd kellene csinálni, rengeteget tudnék készíteni, elvileg. Várjatok, felhoztam mindent, jó. Hol vannak a toljaim? Ja, itt van 218 tollamban. Az tök jó, csak ugye kellene hozzá rengeteg kő, és akkor tudnék csinálni rengeteg nyilvesszőt. Bár most a nyilvesszatról eléggé leálltam. Skill pontom az nuku, ugye? Jó. Nulla skill pont. Viszont parköröm az majdnem maxos. A deep cutom az érdekes hármas, és még mindig nem esett egy darab vágófegyver se. Jó, valószínűleg az agility-t fogjuk tovább tolni. Ugye? Azért, hogy még inkább ez növekedjen, és még jobban tudjuk ezeket megnyitni. Oké, gyerekek, elbúcsúzom. Nagyon szépen köszi a figyelmet. Bocs, egy kicsit összeszedetlen volt ez a rész. Vissza kell... Fú, gyerekek, várjál. Ha már van kettő ilyenem, akkor ezt hadd rakjam le. Nem is tudom, hogy hova. Legyen ide rá. Oké. És akkor külön rakjuk esetleg egy-két dolgot. Mondjuk a... Szerintem a fegyver dolgokat kellene esetleg, vagy lőszereket külön rakni. Mert azok... Ezek jók lennének így. Jó, fegyó plusz 3-on. Az egyik magyar, a másik angol szó. Ügyes gyerek vagyok. Oké, okay. Ez meg a kaja, ugye? Kaja. Oké, okay. És akkor itt meg legyen a... Medik dolgok. Na hát ez itt teljesen kaotikus lett. És akkor a medic dolgokat én kiszedem. Akkor a dolgok azok maradhatnak benne. Oké. Okay. Na, ez így egyen jobb. Oké, okay, gyerekek. Szuper. Jól van, tényleg elbúcsúzom. Köszi szépen a figyelmet, jók legyetek. Sziasztok. Hello.